Szép számmal jelentek meg a lakosok a 6-os számú választókörzet utca fórumán a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep játszóterénél. Farkasréva Erzsébet polgármestere jelenlévőknek összefoglalta a várost érintő jelentősebb fejlesztéseket, a támogatási rendszerekről született döntéseket, és beavatta a lakosokat a jövőbeni tervekbe, amely nagyban érinti majd a választókörzetet is. Ilyen többek között a Marosportot érintő bicikliút megvalósítása, ami majd Gerizdes város részbe fog becsatlakozni, illetve elkészült a Marosparti Vadászház tervdokumentációja is. 470 millió forintos beruházást szeretnénk ott megvalósítani, mégpedig egy ilyen ökológiai, turisztikai központot szeretnénk létrehozni, egy kétszintes épületre vonatkozóan, mint egy 1800 négyzetméter alapterületű telken, amelynek 220 négyzetméter alapterületű maga az épület, ennek a teljes körű megújítása, egy tanösvénynek a kialakítása, kerékpár pihenőhelypontnak a kialakításával, és természetesen a már az előbb említett kerékpárút becsatlakoztatásával együtt egy turisztikai ökológiai központot, turisztikai központot szeretnénk itt létrehozni. A polgármester elmondta, a Kávin utcai óvodára egy teljes körű fejlesztés vár 580 millió forintos keretösszegben. Székely Edikó, a választókerület elnöke kiemelte, hogy igyekeztek minden lakossági problémát orvosolni. Parkolók létesültek, elkerítették a hulladéktárolókat, a játszótér új elemekkel bővült, folyamatosak voltak az árkok, átereszek tisztításai, és útjavítás is zajlott Lesi város részben. Több helyen itt a körzetben és pontosan a Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen is járda újult meg, biciklitárolók kerültek kihelyezésre, és jelenleg is a B1-es épület mögött folyik egy munkálat a biciklitárolók kihelyezésére, illetve folyamatos volt a zöld terület karbantartása is. Természetesen jó magam is tudom, hogy sok szép és jó után azért vannak még itt feladatok, amik rám várnak így az elkövetkezendő időszakban, mégpedig nem is kell messzire mennem, hiszen itt ugye a lakótelep, illetve a játszótér melletti járdaszakasz felújítására is előbb-utóbb sort kell, hogy kerítsünk, illetve nem felejtettem el, és későbbi céljaim között szerepel mind a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep, mind a Fűrész utcai tömbök előtti vízelvezetés problémájának a megoldása. A fórum végén a lakosok további utcák járda felújítására tettek javaslatot, volt, aki a forgalomlassítás érdekében fekvőrendőrt kért, és igény érkezett gyalog átkelőhely létesítésére is.